Az LMP szerint Orbán Viktor mai parlamenti beszédében elismerte a kormány eddigi kudarcait. A párt azt állítja, hogy a kormányfő az EU feltételeivel szemben megadta magát, így azt is elismerte, hogy az ellenzék korábbi kritikái jogosak voltak. Az LMP szerint az Európaktumra a miniszterelnök anélkül bólintott rá, hogy a parlament azt megvitathatta volna. A paktum a párt szerint kedvezőtlen feltételeket szab, és megnehezíti a felzárkózásunkat az unió erős gazdaságaihoz. 7 nap gyaloglás, 200 km, mínusz 15, mínusz 20 fok. Ezt tették meg az éhségmenet résztvevői, és velük tartott Nyakó István szocialista képviselő is, akit az imént hallottak, és azt is hallhatták azokat a mondatokat, amikor azt mondta, hogy egész egyszerűen nincs más megoldás, itt már nem lehet sajtótájékoztatót tartani, meg csak ülni és várni, hogy egyszer majd csak változik valami, hanem igenis akkor, ha mással nem, a megjelenéssel, a tömegek megjelenésével meg kell mutatni azt, hogy sokan elégedetlenek azzal, amiük van, vagy amit kapnak, vagy amennyire nem kapnak segítséget ahhoz, hogy az életüket előbbre vigyék. Hát ezt a fajta utcai politizálást szeretné erőnyben részesíteni az LMP is, ha jól értettem a szavaikat. Karácsony Gergely vendégem, jó estét kívánok! Jó estét, és ezt? Jól értette a szavainkat. Ma is egyébként a parlamenti szezonnyitó napon, az első napi rendelőtti felszólalásunkban megpróbáltuk a kormányt szembesíteni azzal a társadalommal, amivel láthatóan elfelejtettek foglalkozni, és 4 magyar állampolgárt hívtunk el oda a parlamenti páholyokban, és az ő történetüket mesélte el Jávor Benedek, és nem csak az ő történetüket természetesen, hanem azoknak a középiskolásoknak a történetét, akik most nem tudnak már egyetemre menni, azoknak a kisvállalkozóknak, akik nem tudják megtartani a cégüket, és el kell, hogy embereket bocsájtsanak, hogy egy olyan munkanélküli pedagógusét, aki 1310 helyre küldte el az önéletrajzát, és 1310 helyre küldte el az önéletrajzát, és így sem kapott állást, el is hagyta egyébként a vidéki lakóhelyét, Budapesten sem sikerült ez neki, és hát tudjuk azt, hogy több mint 10 000 pedagógust kívánnak elbocsájtani az elkövetkező években. Egyszerűen azt lehet látni, hogy a miniszterelnök úr az évértékelő beszédében és ma is a parlamentben egy ilyen fantazmagóriákról beszél, szabadságharcokról, amiket hol éppen megnyerünk, hogy éppen elvesztünk. Hát üdvözölte önöket a szabadságharcolók hát körében. De ezt mivel vívták ki? Hát azt gondolom az, hogy semmit nem értett meg abból, amit mondtunk, pedig elég világosan elmondtuk, hogy ha valaki a nemzeti érdekeket akarja képviselni Európában, akkor azt úgy kell csinálni, hogy ott bizonyos játékszabályokat betartva képviseljük azokat az érdekeket, amik Magyarország érdekei lennének. Ha valaki bemegy és becsapja maga után az ajtót, akkor ne csodálkozzon azon, hogy olyan megállapodás születik, ami Magyarországnak nem feltétlenül érdeke, és majd megnézhetjük, hogy milyen lesz Magyarország költségvetése az új költségvetési ciklusban az Európai Unióban. A külügyminiszter úr már jelezte azt, hogy feltétlenül sokkal rosszabb pozíciókkal indulunk ezen a tárgyalás sorozaton, mint az előző költségvetési, európai költségvetési ciklusban. Ami lesz ezzel az utcai politizálással? Tehát akkor, amikor képviselőtársuk visszaadta a mandátumát az év utolsó napjaiban, ő is azt mondta, hogy ő már a parlamentben nem tud mit csinálni, ő volt ugye Kaufer Virág, ott már úgy érzi, hogy kimerültek az eszközök, és gyakorlatilag semmit nem tud elérni, amit szeretne, és akkor inkább az utcán. De mit? Tehát, hogyha, amit Nyakó István ment, minden tiszteletem, becsületem azok az emberekért, akik az elmúlt 7 napot végig gyalogolták, és nem csak ezért a 7 napért, hanem az egész eddigi életükért. De hogyha most ők nem 100-an jönnek, hanem 150-en vagy 200-an is az ország több irányából, akkor van esély arra, hogy a kormány azt mondja, hogy na jó, emberek tévedtünk, akkor nincs egy kulcsosodó, azt az 500 milliárdot meg közmunkaprogramra és munkahelyteremtésre. Én nem nagyon látom. Hát egyrészt mindenképpen meg kell próbálni, tehát ha tudjuk a kormány jobb belátásra bírni, akkor az egy nagy nyereség lenne Magyarország számára. De itt azért másról is van szó arról, hogy vissza kell szerezni az emberek bizalmát a politikához. Tehát most ugye azt látjuk, hogy miközben a kormányt tulajdonképpen utálják a választók, az ellenzéket nem szerették meg jobban. Az LMP esetében is nyilván messze vagyunk még attól a növekedéstől, ami azt gondolom, hogy benne van még ebben a pártban. És amikor azt mondjuk, hogy a parlamenti politizálás kiüresedett, az nem azért van, mert mi nem dolgoztunk elég jól, bár lehet, hogy nem dolgoztunk elég jól, vagy dolgozhatunk volna jobban is, hanem azért, mert egyszerűen úgy működik a magyar parlament, hogy teljesen súlytalanná váltott az ellenzék, igazából abban az értelemben van súlya, hogy ott is el tudjuk mondani azt, amit máshol is el kell mondanunk. De most állítólag ez lesz a konszolidáció éve, és hogy hú, de nagyon együtt. Hát ezen azért meglepődnék. Én azt gondolom, hogy például
ahogy most ebben az Európai Uniós Paktummal kapcsolatosan eljárt a kormánytöbbség, azt, hogy a miniszterelnök úr arra hivatkozva nem írta alá még tavaly, hogy a magyar parlament döntsön erről, majd aztán szóban elígérkezett, hogy tulajdonképpen majd aláírjuk, és ráadásul úgy került ma a parlament elé ez a kérdés, hogy pénteken küldték el nekünk. Hát ez azt gondolom, hogy ez... De ma még nem szavaztak róla. Ne, hát még hála Istennek nem szavaztunk róla. Egyébként... Hát akkor most fognak még csak vitázni róla. Hát... Én már elfogadtam azt, hogy a kormánypárti képviselőket egyáltalán nem érdekli azt, hogy az ellenzék mit gondol, és tulajdonképpen zavarja azt, hogy őket, hogy mi ott vagyunk. Ezzel megtanultunk együtt élni, csak akkor ne kérjék rajtunk számon, hogy mi ehhez viszont nem asszisztálunk, úgyhogy elmegyünk ilyen látszat megbeszélésekre, a nyakukba borulunk, és örülünk annak, hogy egyáltalán szóba álltak velünk. Nem, a legkeményebb eszközökkel fogunk a véleményünknek hangot adni, és nem csak a saját véleményünkről van szó, hát itt ennek az országnak az egyik fele a Fideszre szavazott, a másik nem. Ennek a másik Magyarországnak, ami mondjuk... Nem az országnak az egyik fele, a választók. A választók egyik fele rájuk szavazott, a másik fele meg az ellenzéki pártokra. A választáson megjelentek egyik fele. Jó, még csak nem is a választó joggal rendelkezők, hanem a 2010-es a választáson megjelentek. Akkor még kevesebben, de az arányok ebben... 52,7%. Tehát nagyjából fele-fele arányban kaptak ezek a pártok szavazatot. Tehát amikor én azt követelem, hogy én már pedig ne csak egy percben mondhassam el a mondandómat, hanem mondjuk legyen időm arra, hogy egyáltalán megnézem, amiről szavazunk, vagy amiről beszélni kell, akkor nem arról van szó, hogy az én a képviselői munkámhoz kérek segítséget a nagy Fidesztől, hanem arról van szó, hogy nekem van 400 000 szavazóm. És az ő küldtek engem a parlamentbe, hogy őket képviseljem, és őket hát köpik szembe azzal, hogy a parlamentarizmust ilyen mértékben kiüresítik. Erre nyilván az lehet a válasz, meg arra a bizalmatlanságra, ami van a magyar politikával szemben, hogy a politikusoknak igenis az emberek között kell lenniük, nem feltétlenül az utcán, tehát amikor azt mondjuk, hogy nem a parlamentben, hanem az utcán, akkor nem azt kell mondani, hogy folyamatosan tüntetünk, hanem például azt, hogy én az elkövetkező években nem azzal fogom költeni a munkámat, mint képviselő, hogy teljesen esélytelen módosító indítványokat írok, még a média törvényhez írtam 86, egyébként nagyon jó módosítót, egyet szavaztak meg belőle, 86-on. Dolgoztam vele egy hetet tényleg éjszakákon keresztül, ennek tényleg kevés értelme van. Jó, megtanultam, milyen a parlamenti munka, meg volt egy tanulókör része, hiszen új képviselőként ezt meg kellett tenni. Én azzal fogom tölteni az időmet, hogy én járom az országot, és oda, ahol az LMP-s még nem láttak, vagy nem nagyon láttak még az állampolgárok, azokban a településébe is el fogok menni, és ott fogok, a kocsmában fogok politizálni. Hát ne haragudjon, nem, tényleg nem akarom lebecsülni ezt a tervet már így szakaszát. Nem akarom lebecsülni, csak ez, hogy elmegyek oda, ahol még nem láttak LMP-st, és attól, hogy nézd már, Jóska, figyelj, ott egy LMP-s, ettől lesz munkája az embernek, meg lesz megint... Én most munkát nem tudok nekik adni, akkor de azt meg el miért tudom lesz mondani, jobb, hogy lát egy élő LMP-st két lábban? Azért, mert nem gondolják azt, hogy a politikusok azok az emberek ellen vannak, és ne gondolják azt, hogy csak Orbán Viktor az, aki ezt az országot irányítani tudja, és szeretném elmondani, hogy az LMP mit képvisel, mondjuk, miért lesz annak az embernek munkája. De ez a kampány. Igen, csak ezt a kampányt, ezt úgy tűnik el kell kezdeni most, és föl kell rázni az embereket. Eddig a politikai tüntetések voltak, tehát a politikát figyelő közönség már aktív, és ezt a forradalmi hangulatot kell hát exportálni, nem tudom, hogy mondjam, azokra a településekre és azokra az országrészekre, azok a társadalmi csoportokhoz, akikhez nem jutott el a politika szava. Én egy ilyen kis faluban nőttem föl egyébként. Az első dolog az lesz, hogy elmegyek ebbe a faluba, Nyírtason voltam gyerek, Nyírségben egy kis falu, és kíváncsi vagyok, hogy ott mit gondolnak arról, hogy mi az LMP. Nem vagyok benne biztos, hogy azt mondják, fiam, kicsinek még olyan rendes gyerek van, azt hittük, hogy lesz belőled valami, nem? Nem lehet, hogy majd így fogadják. Szerintem nem is tudom, hogy lett belőlem valami, de az, amit mondani akarok, azt szerintem értékes dolog, és nyilván jobban meghallják, hogyha én ott mondom személyesen. Mint hát, hogy Gyurcsány Ferenctől kapott most mindenki kedvet. Elment az avasi lakótelepre, és most akkor mindenki, tényleg, hát milyen igaz, ne üljünk már meleg parlamentben, hanem menjünk az emberek közé.